Sziasztok, visszagyok, és folytatjuk tovább a Far Cry-os kalandozásaink, köcsök sas. És megyek tovább Willisszel, láthatjátok, új fegyverem van, úgyhogy ki kéne próbálni. M14 Garand, és ezen a köcsök sason ki is próbáljuk. Ha, mekkorát pattan. És szerintem már lassan át fogunk jutni a map másik részére, tehát északra, ugyanis 40%-nál vagyok. Szerintem már lassan át is juthatunk. Willisnek megyünk segíteni. What, you forget you're an American? Americans knock. Where's the original journal? I told you, the more work you do for me, the more little black bars get put out to pasture. Come on. Get in, I'll give you a teaser. Consider it a down payment. All right, let's hear it. When I first recruited your old man, it was over a bottle of scotch in a seedy dive down in Tirtha. He was still working for pagan men then. His eyes were still moist and sparkling. Men iced the heir to the karate throne. The feces hit the fan, my friend. Pardon my French. What? No. I can't Don't hear worry, you anymore. It'll be in the document I give you when you finish this job. That night your mom left Kirat, all the knives were out. Near as I hear told, Yuma's in the middle of it. You want answers? All paths lead to her. So what do you know about her? She's Pagan Min's second in command. Came in with him from Hong Kong. Triad connections up the Yin Yang. You know what that is, don't you? Yin Yang? Sure you do. So what are we doing here? We're going after one of Yuma's sites and the man running it. Take him out? Hát nem a kedvességéről híres Willis, bár elég lazán leszállt ide. Hát én nem mernék, na mindegy. Főleg úgy, hogy hozzánk beszélt, úgy landol, de ezen nem akadunk fönt. Tehát megint Himaláján vagyunk, most 7551 méteren, tehát most nem dobtuk meg a 8000-es métert. És ezért látok is valamennyit. Hát vannak egy páran, tehát meg kell ölnöm Yumát. Van egy pár krapek. Remélhetőleg csak ennyi van, mert ezeket akkor le is lőném. Nem, még van egy távol. Ott, nézzétek. Valami brutális, hogy kiszúrnak ezek. Brutális, nézd meg, az kiszúr. Hú, de nagyon durván lelőttem. Hát valami eszéletlen ez a fegyver. Júj. Na jó, hílelem magam. Ezen nem akadunk fent. Jön egy helikopter is. Hát, ha eltalálom. Bár kétlem. Hú, az a sniper nagyon durvákat sebez. De eltaláltam a helikoptert. Fejlődtem is. Szedjük ki azt a snipert, nehogy már... Ott vagy, kis nyomi. Hú, hogy ennek két lövés kell, el is felejtettem. Ezek nagyon durvák amúgy. Azért híleljünk magunkat. Még nem tudják, hol vagyok, mert akik tudták, hogy hol vagyok, azok nagyon csúnya halált haltak. Most már ő is meghalt. Hozzájuk tartozik. Hopp, majdnem észrevett valaki. Valahol itt kell lennie egy csávónak. Azért híleljük magunkat. De már nem tudják, hogy hol vagyunk. Na gyere! Vector motherfucker! Jó, valaki nagyon távolról le akar minket lőni. Elővesszük az újdonsült kolbászhurkánkat. Tényleg így úgy néz ki, mint egy hurka. Nézzétek! Nem? Fogok egy hurkát! Puff! Headshot! Júj, nagyon brutál ez a fegyver! Ránézek és meghal. Szevasz! Ennyi? Yuma meghalt? Wow, emberek! Egy headshot. Szevasz! Neki azért van egy kis piros a... Na, neki is van piros a kabátján. Jó, mindegy. Nem szóltam. Csináljak vele egy képet? Így? Na jó, nézzük. Négyessel veszem elő. Take a picture. Ha így megmondod ki, az én leszarom magam. És kajra tudja. Na jó, azért... Ezt a...
szaros dolgot, ezt nem gondoltam komolyan. Nézzétek milyen hülye... Nem is mondom, ez már plusz 18-as. Hogy nézett ő ki. Na nézzünk gyémántos ládákat, mondjuk ezt itt. Téged hogy lőttelek le? Itt se jártam. Olyan távolról kapta egy fejest, vagy mi? Hát nem á. Elég durva vagyok. Onnan átlőttem, vagy nem is tudom. Ezt vissza kell nézni. Jopp, egy patkány. Hi, kisegér. És hogy legurul. Föl tudom venni a skinjét? Nem már. Na jó, nem, csak húst vettem tőle. Na szevasztok. Valamit el kell érnem, gondolom megint lesznek itt ellenfelek. Hát jól is gondoltam. Előveszem a csuda snipert, bezummolok, mondom bezummolok. Hát én azt én kiszeretném lőni, de még itt vannak páran. Kizummolok. Ott van egy csávó. Hoppáré. Vegyük csak elő a mi kis dobókésünket. És kínáljuk meg illendő módon, ahogy azt. És lepattan a sziklának a textúrájáról a dobókésem. Köszönöm játék, nagyon jó. Nem vettél te... Ó, bazeg. Megint a szikla textúra, megint a szikla textúra. Jó, remélhetőleg nem, hárman vannak. Azt akartam mondani, hogy remélhetőleg csak az a kettő van, akit bejelöltem, de nem. Hú, azt nagyon lefejelted, öcsém. A konyhakést. Te is. Na, ott egy távoli krapek. A snipert szeretném, köszönöm. Bam, headshot. Még egy van. Még egy van. Aj, olyan szépek vagytok. Hogy így egymásra remektek. Jó, látjátok, ma se vagyok normális. Ezt már megszokhattuk. Na ennyi volt. Ennyi volt. Azért itt körülnéznék, hát ha van valami extra cucc. Nem, bár azt nem értem, hogy ezeket a bungalókat, vagy nem is tudom, ezt hogy építették. Tehát ide felhozni dolgokat, nagyon durva. Mint a való életben ilyen menedékhelyeket. Több ezer méteren. Menedékház. Eszméletlen. Ilyen sok idő létrehozni, fölépíteni egy ilyet. Na mi van? Megmasszírozod az ajtót? Mi volt ez? Hát ez érdekes volt. Nagyon érdekesen leanimálták ezt a mozdulatot, de nem kötünk bele ilyenekbe. Kicsit laggolunk. Ott egy csávó, ott egy még egy. Miért nem jelöli be nekem a játék? Akkor sniper elő, nem is ezzel. Ezzel bejelölöm is azt. Á, sniper kell ide. Jó. Ide fölmegyek. Nem vettek észre? Jó van, menjünk egy kört. Szerintem nem véletlenül van. Íj? Ez egy újfajta íj? Nem. Csak jól néz ki. De ugyanilyen rossz célirányzéka, amit én nem szeretek. Menjünk íjjal, nem? Mert annyi jó fegyverem van is, mint silenceres, hogy minek nekem íj? Nem, de? De. Megyünk is tovább. Ezen nem akadunk fent. Ott egy sniperes. Alperes. Azt kiszedem. Ezt nagyon megkívántam, hogy lelőjem. Olyan szépen rám nézett, hogy egyszerűen nem bírtam magammal. Ezt is lelőttük. Közben ide is bekukkantunk. Szevasztok. Majd nem sokára észreveszik a hullákat. Aztán lesz itt nemulas. Hát, nem is a hullát, hanem engem. És jön is a helikopter. Egy kis izgalom. Sose árt. Ezt azért újra töltjük. Hoppa sniper, hoppa sniper. És elkapott egy trickshotot. Juhuj. Nagyon ilyen MLG Pro ez a sniper. Mert hogy én nem látom, de ő lő ezerrel, azt tuti.
És talál is, de hitmarkol, mert nem halok meg. Nem ám. Ezt a helikoptert viszont le kéne puffantani. Körülbelül így. Á, igen így. Ilyen magasságból el is találtam. Na nézzük, kit kell itt megcsókolgatni. A seggét. Te kis trickshotos emergency sniper, hol vagy? Közben szórják rám az áldást, of course. De én nem hagyom magam. Jöhet, jöhet. Nekem mindegy. Ti házatok, hát most egye fene. Ezen nem múljék. Ó! Hát mindjárt befogom a szám. Azért itt... Elég... Juhui! Mi van itt? Komoly ilyen durván sebez, ha kint vagyok, ha bent? Hú, azért... Durva, nem látok semmit, higgyétek el. Ha ti se látok, az azt jelenti, hogy én sem látok semmit. Egyszerűen ilyen a grafika, nem tudok vele mit kezdeni. Durva ez a fegyver azért. Kiszedem azt a mortáros, mert már eszemfaszom megáll tőle. Ne dugdosgass azt oda befele, mert oda rugok. Hol vagy te, trickshot MLG sniper? Hú, vagytok egy páran. Az nem is a sniperes. Nekem a sniperes kéne. Hogy ennek két golyó kell, azt nem hiszem el. És pont eltaláltam. Amúgy, azt nem meséltem, hogy most két küldetés között megcsináltam egy Shangri-La Legend of Shangri-La challenge-et. Azt tudjátok, az a tigrisest. Nos, tovább fejlődött az egész. Tehát most már nyilam volt, és azzal kellett hasítani azokat a démonokat, és rengetegen voltak. Elég durva kis küldetés volt, szerintem ezek a küldetések egyre durvábbak. Úgyhogy majd a legutolsót ismét csak fölveszem, mert valami eszméletlen, félelmetes és hangulatos az a pálya egyszerre. Na, ott van egy kellemetlen alak, és véletlenül kizumoltam. De ezen meg is lepődött, hogy milyen kis szép lövést kapott. Na, hol vagy még te? Hol vagy még? Tudjátok még? Ó. Meggondoltam magam, mégse tarackozom le őket. Mert eszembe jutott, hogy kicsit bágos a tarack. Vagy mi ez, nem tarack, pontosabban mozsár. Mozsár ágyú. Nem bajosan nincsenek sokan. Szépen lehenteltem őket. Szeretem így igazából. Jobban, mintha lopakodnom kéne egyszerűen. Ez sokkal jobban bejön, ha már FPS, akkor nyomjuk is ezerrel. Szevasz, tavasz! Van nálatok terasz? És van! Nyertem. Papír elolvasva. Azután megnézzük ezt a kis gyémát. Van itt támárok. Itt ez a gyémántos láda. Azután itt is van valami gyémántos ládika. Ja, hogy itt lehetett volna lejönni? Jé, én meg azt hittem, hogy valami bugos vagy mit szakadék van itt. Na, se baj. Menjünk inkább a gyémántos láda irányába. Szerintem az emeleten van, de oda hogy kell feljutni? Gondolom így be kell kapaszkodni, vagy valami hasonló, vagy nem. Ja, hogy innen kell följönni? Hát persze, ez már a második emelet. Na, ládika. Aha, és visszaugrok az első emeletre, és itt is van a láda, meg egy... Itt vettem föl egy body armort. Igen. Még egy gyémántos láda itt valahol megbújik. Szerintem... Itt. Jó, meg is van. Micsoda. Handgun. Azért próbáljuk meg ki még... Nem vettem föl. Ez a 1911-es. Az egyik kedvenc pisztolyom. Ha ilyen játékról van szó, mint például Black Ops 1. Ott is szerettem. Na, mehetünk is
tovább. Itt van valami bőr, amit föl tudnék venni, azt írja a játék nekem kedvesen, de nem érdekel. Menjünk is tovább, fedezzük fel azt a helységet, amelyet meg kell csinálni küldetés gyanánt. Azt a kis pontot meg kell találni. Szerintem a hullám van, mert az utolsó embernél... Aha, itt. Hát itt egy kabát maradt csak. De durva. Igen, meg is van a kulcs. És most ugyanaz a vicces animációval kinyitok valamit, amihez van kulcsom, és ilyen kétszárnyú ajtó. Hoppá, van még tovább is. Akkor jó. Akkor jó, hogy fölgíreltük magunkat. Bekötözöm fáradt sebeimet, és megyünk is tovább. Mindjárt költő leszek így hirtelen egymagamba. Hú, de unatkozok, hogy folyamatosan beszélek. Na mindegy. Aha, wow. Csoda, tigris. Shangri-La. Ja. Nagyon király volt ez a küldetés. Ha nem láttátok volna, nézzétek vissza a Shangri-La-s videómat. Lassan már meg kéne számoznom a videóimat, mert annyi van. Ők igazából észreve se vették azt a háborús lövöldözést, ami kint zajlott. Tényleg mozsárágyúval is megcsépeltek, de nem, ők nem hallották. Ott van egy lángszórós. Hú, azt nagyon megküldeném, most nagyon egy csomón vannak. Így, BAM! Hú, az nagyon jól esne. De most már nincsenek egy csomón. Na. Szerintem csak oda lopakodzom, ha létezik ilyen szó. Jaj, ez víz. Ha beleesek, észreveszik? Ja, hogy még ott is van valaki. Aki még észre is akar venni. Jujj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 
tenni azt a kis harangot. Jó, hogy ők tönkreteszik azokat a emlékeket. De durva. Nem bírom eltalálni, nézzétek. Wow! Sikerült egy tök jó helyzetből egy borzalmasat csinálni azzal, hogy nem bírtam célozni. Azt ez az egérbeállítás, ez... Jó, kaptok is egy gránátot. Meg oda is kaptok egy gránátot. Nem is érdekelnek ezek a muzeális darabok, amik itt vannak. Inkább, aj, olyan, annyira bánt, hogy nem bírtam eltalálni normálisan azt a két csávót. Pedig bejelöltem az összes ellenfelet szinte. Jó. Közben itt begyújtott talánk a kis lángszórós Juggernautos kombó haver. Ú, jönnek még. Méghozzá ziplinon. Ah, tök jó hangja van ennek a fegyvernek, még ha nem is tudok vele célozni. Haj, már meg. Bum! Jó ez a fegyver, ez tetszik. Ó, hogy még van ilyen! Miért nem ezzel kezdtétek? Tudjátok mit? Ezt nézzétek meg közelebbről. Jé, nem robbant fel! Hú! Közel jár már a lángcsóva. Jó. Ezeknek mindig kettő kell. Na, még lát valaki? Jé, még van egy ilyen is. Júj, ez a vektor egyszerűen brutál. Kész. Ez valami kegyetlen. Láttátok az összes többi fegyverrel mennyit kellett beléjük lőnöm ezzel meg. És kész. Na, ne égj már itt el. Legyen annyi eszed. Most én nyomogassam az E-t, hogy nem akarsz elégni. Na mindegy. Ez milyen fegyver? Jaj, azt hiszem, tudom, azt nem szeretem. Na, van egy jó meg egy rossz hírem. A jó az... hogy ezzel a fegyverrel fogok menni, a rossz az azért, mert nincsen submachine gun töltényem, sőt, nagyon rosszul állok töltényben, föl kellett volna tankolnom, mielőtt jövök erre a küldetésre, de hát ki hitte volna, hogy ilyen nehéz küldetésre jövök, ezek azért nem piskóták, előveszik a... Áh, nincs is benne töltény, ezzel kell mennem.
Még a sniperembe is alig van. Legalább HP-t fölvettünk. Itt egy könyvtár. Szerűség. Meg egy gyémántos láda, hát ha találunk benne egy cipőt, pont cipőt akartam, meg 5 darab SMG-töltényt. Á, ott is van egy gyémántos láda. Meg ammó. Ah, sniper rifle. Jó van akkor, legalább betölthetek egy tárat. Meg valahol itt kell lennie egy gyémántos ládának. Föl tudok ide mászni? Föl, hát. Ügyes vagy. Akkor egy rituális fejszét felveszek. De király ez a hely. Ez egy Himaláján. Ilyen helyek. Az ott mi? Ja. Furcsán vetődött az árnyék. Ezt meg ilyen furcsa hangokat hallottam. Ez egy csöntváz? Az, de durva. Az egy holttest, ahogy az is. Hát ezek így sorba haltak. Ó, az kidőlt. Az sokat ivott, az kemény volt. Megyünk is tovább a Hard Rock Hallelujah szobor előtt. Nyomatja ördögvillát, vagy metálvillát, kinek hogy. És kísérünk a világosságba, sötétségbe. Jó van. Hú, ott van amó. Na jó, akkor elő a snipert. És most kivételesen szerintem nem dur bele. Fogok menni a csatározásokba, hanem most kicsit taktikusabban próbálok nekiállni a dolgoknak, mert nincs sok töltényem, és kell lenne itt elrontani ezt a küldetést, úgyhogy amennyit tudok, csendben leszedek, nyilván valahol észre fognak venni engem, mert nem valami jók a lopakodási reflexeim, képességeim, azt úgy leszedném. Szívem szerint igazából. Az úgy pont nincs sehol senkinek útba. Ha esetleg ott lenne egy holttest. A sniper olyan béna, hogy nem bír észrevenni. Ott egy hordó. Hát... jó lenne, ha nem jönnének többen, mert... mert igazából tényleg nincs sok töltényem. Ott egy gyémántos láda. Akkor őt kiszedem, jó? Megnézzük, mit alkot a hullája. Esetleg valakit... zavar. Akkor majd szól. És beleakad. Valamibe a lövésem. De nem tudom mibe. Valamibe. Egy töltény. Igazából kettő. Már csak egy. Jó, ennyi. Ki is fogyott a sniperem. Jó. Tudtam, hogy még vagy topi. Júj, hogy a sniper. Júj. Akkor itt mindjárt átgondolom a dolgaimat. Snipert elő. Van benne 10 töltényem. Jó. Az azért elég combos az a 10 töltény. Jó. Még vannak? Nézzetek. Nézzetek csodát. Akkor veszek még fel töltényt. Hát ha még ad. Ad még a játék nekünk. Jó van. És még egyszer. Még egyszer ad. De többször nem. Háromszor lehet igen. Kérni tőle töltényt. Akkor átkutatjuk a hullákat, a holttesteket. Jönnek még, nézzétek a francba. Sose sikerül ezt normálisan megcsinálnom. Mibe akad el a töltényem? Nagyon szarul csinálták meg a textúrákat, mert az előző részben, ahol meghaltam, ugye az a repülőteres küldetés, ott egyszer meghaltam, ott is a amos doboznak a szélébe, a láthatatlan szélébe akadt meg a sniper lövésem, felrobbantotta az ammos dobozt, és meghaltam. Igen, ezért haltam meg. Annyira idegesítő ilyen... hát, nem lehet bugnak nevezni, hanem nem figyeltek oda erre a késztők. Tehát csináltak egy olyan játékot, ami nem könnyű, nehéz,
ami jó, mert sokkal izgalmasabb így, és arra építenek, hogy igenis, csöndbe fedezék mögül lőtt ki az ellenfeleket, erre fogja magát a játék, és beleakad a lövésem a fedezékemnek a szélébe, a láthatatlan szélébe. Lesznek még itt ellenfelek. Akkor még... és észrevettek. Illetve nem vett... Épp hogy nem vettek észre. Az egér érzékenység olyan, mintha gyorsítana. Mert itt ilyen, de ha gyorsabban csinálom, akkor... Ilyen az érzékenységem, mindegy, ezt nagyon jól megfogalmaztam. Észrevették szerintem a trappolásom hangját. És én meg nem tudom, hogy hol vannak ott. A csodába, hogy észrevettek. Nagyon jó ez a rejtőöltözékük. Haj, már meg. Nem halt meg! Képes, és azt mondja, hogy nem halok meg, és nem halt meg. Na, kilő rám. Hoppá, észrevettem. Jó ez a rejtőruha, elég jól beleolvadnak a környezetükbe. Húha! Az 50 millissel elég durván tüzel rám. És az a kellemetlen, hogy pont akkor, mikor lőttem rá, és így nem bírtam eltalálni. Na most már sikerült jól időzítenem. Szia! Ugrottam, hogy észrevegyél biztosan. Headshot. A játékban az a jó, vagyis azt nagyon kedvelem. Tehát azt kedvelem. Na mi az? Ennyi volt? De ott volt egy csomó gyémántos láda, azt kitakarítottam volna, erről nem volt szó. Hát igen. Leugrottam a Himalájáról. Hoppá, ott egy gyémántos láda. Tehát azt kedvelem a játékba, hogy távolra lehet sznájpolni. Nos, egy Battlefield 4-ben mondjuk lehet távolra sznájpolni, multiplayerbe. De ott van a golyónak esése, illetve késleltetése, ugye minél valóságosabb természetesen, tehát tudom én, hogy valóságban is van késleltetése a golyónak, és nagyon jól le is modellezték a Battlefield 4-nél, csak tudjátok, hogy nehéz, nem szeretem annyira. Így sokkal jobb, hogy mit tudom én, 50 méterre van a... Wow! Nice bug! LOL. Na tehát, hogy sokkal jobban kedvelem azt, ha rögtön odaér a golyó, amint lenyomom az elsütő billentyűt, hát ez én vagyok. Nyilván az is tök jó érzés, akkor 600 méterről érted, kilövöd a csávot, úgyhogy kiszámolod, hogyan megy a lövésed, mikor ér oda, milyen pozícióba lesz. Érted, kiszámolod, előre számolsz vele, hogy mit fog tenni az a célpont, akire te rácéloztál, amikor odaér a töltény. Ez értelmes volt? Hát próbáltam értelmesen mondani. Ott éppen malacvadászat van. By the sas. Itt van valami cetlés, azt akarom felvenni vagy elolvasni. Itt bent kell, hogy legyen. Számítógépnél? Aha. Itt. Na. Szerintem ez egy elég húsos küldetés volt. Úgyhogy itt véget is érhet ez a videó. Nem látom, hol van a célkeresztem. Itt van. Hey, van valaki itt? Ellenfél? Van, hát. Na és ott távol is van valaki. Azért az egy Juggernautos. Mit keres ez itt? Vagy nem Juggernautos? De, mert nem halt meg. Most már meghalt. 240 XP. Na. El is menekülnek, ahogy látom ott autóval. Meneküljetek csak. Jól teszitek. Ez már az én birtokom. Én retterem. Nem kérek tőletek, belőletek. Na. Szerintem ez egy tök jó küldetés volt erre a részre. Ó, és még vannak még. Hát nem hagyják
beszélni az embert. Most vissza akarjátok foglalni az én kis repteremet? És tudnám, hol vagytok. Hú, kapott egy lövést a bokájába? Ezt érezte? Az nem kígyó volt, ez valami erősebb rugás. Azért a borsz még meg akar enni. Teljesen függetlenül. Na jó, akkor még ebben a részben kitakarítom az én kis repteremet, mert az szent szar, hogy nem lesz itt senki. És a sniper se lesz itt. Az tuti. Ki is nyomingerek. Na, van még itt valaki? Kér még valaki lövést? Kaphattok még? Ez az én repterem. Ez tuti. Na, itt van még valaki? Csak a kocsi maradt itt? Csak a kocsi. Jó van, nagyon helyes. Nagyon helyes. Azért ezt a szirénát még kikapcsolom. De miért nem találom el? Na végre. Ezt a kaput nem tudom, miért nem lehet kinyitni, pedig jó lenne. Lehet, hogy ehhez is egy küldetés kell. Az a repülő még mindig bugol. Itt is van egy sziréna, azt is kikapcsolom, bár szerintem nem sokat segít nekünk. Minden esetre köszönöm a figyelmet, holnap ismét jövök egy Far Cry 4-jel. Addig két videó között szerintem egy malacot visz. Azt figyeljétek. Hopp, és elengedi. Wow, szőnyeg malacozás. Tehát következő részben megint megcsináljuk azt a Willis-es küldetést, ha már ilyen nehezek. Addig meg még csinálok pár kisebb küldetést, amivel nem szeretnélek titeket untatni, úgyhogy sziasztok!